Krisztin, sziasztok, Andy vagyok. Sziasztok, Krisztián vagyok. És most a harmadik fejezetben vagyunk, a 2. Korintusi levélben. Ajánlatlevél. Ez mint egy, valaki megy dolgozni valahova, és kell adni egy... Szerintem ilyen volt, nem? Igen, valamiért ez úgy tűnik Pálnak a mondataival azt érezni, hogy ez fontos volt a korintusieknek, hogy megy oda hozzájuk valaki, akkor nagyon jó ajánló leveleket vigyem. De ez az övé más volt, mert nem tintával, hanem... Igen, tehát hogy azt mondja Pál, hogy vegyétek észre, hogy én nem hozok ilyen papírokat hozzátok, hanem hogy ti vagytok az ajánló levél, mert ezt az Isten lelke írta fel a ti szívetekre. És tovább mondja Pál, a fő témája, hogy az nem róla szól, hanem az Krisztusról szól mindent. És az a 4., 5. és 6. vers, ez csodálatos, hogy ha tudunk valamit csinálni, ha alkalmasak vagyunk, akkor az csak Istentől van. És az nagyon fontos a mai világban is, nem? Így van. És ez talán a kulcsa is lehet a levélnek az egyik alapvető kulcsa, hogy nem önmaguktól semmire se képesek, ez kicsit haj az, amit János 15-ben mond Jézus, hogy nélkülem semmit sem tudtak cselekedni, de Pál is magát is emlékeztetve mondja a korintusiaknak is, hogy az alkalmasságuk Istentől van. És ugye beszél ugye két szövetségről. Igen, és akkor az ószövetségi szövetsége, akkor ott volt az Isten, a népe, és köztük volt a Mózes. És akkor most ott van az Isten, Korintus, és ott van nem a Pál, hanem a Krisztus, és akkor egyre sokkal jobb a mostani, mint ami ott volt. Dicsőségesebb, az egy lehet azt mondani, hogy ami ott volt, ami történt Mózessel, akkor az egy csoda. De ez ahhoz képes, hogy mi van ma az új szövetségben, akkor ez majdnem semmi nem volt. Uh-huh. Ez az egy érdekes dolog, nem? Igen. Nem azt mondja, hogy az rossz volt, hanem azt mondja, hogy az is nagyon szuper volt. Tehát, hogy amit Mózes átélt, amit a nép átélt, az nem volt egy kis dolog. De ehhez képest, ugye, tehát a korintusiakról azt tudjuk, hogy az első levélből is, hogy az a gyülekezet nagyon szerette az ilyen természet feletti a dolgokat, a mennyországgal foglalkozni, yeah. Milyen lehet ott, milyen Isten dicsősége, nagyon szerette az ajándékokat gyakorolni, és hogy az fókusz volt, és hogy a Pál ezen a nyelven magyarázza nekik, hogy akkor értsétek, tehát ez a dicsőség, ez egy valóságos dolog, de már nem nem a törvénynek, az elítélésről van szó, hanem itt ez egy új szövetség, aha. És hogy ez a dicsőség az egy sokkal nagyobb dicsőség, ez Isten dicsősége, ami egyúttal nem csak látjuk, hanem ugye azt olvassuk, hanem hogy formális bennünket, ugye a 18. Igen, az utolsó versben. Ez egy csodálatos dolog, hogy ahogyan vagy most te, akkor remélem, hogy az nem lesz. Nem leszel ugyanaz mondjuk egy hét múlva, vagy egy hónap múlva, mert Isten dolgozik rajtunk is, és formálódunk minket. Egy kérdésem volt, akkor azt is lehet látni, nem, Krisztián, hogy ha valaki csak az Ószövetséget érti, akkor az nem elég. És akkor lehet látni, hogy nem érti, hogy miről van szó az Ószövetséget, mert az mindig akart point to Christ. Krisztusra mutatni, igen. És azt mondjuk, hogy ír a 17. versben, hogy az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság, mint az egészről, a törvényről, és annak a következményről, mint egy fellélegzés. Tehát, hogy Isten lelke nem elítél végre minket, hanem ő hozza meg a szabadságot, és ez a szabadságot legyen nagyon élő módon jelen a korintusi gyülekezetben, meg talán a mi életünkben is. És hozzá a 3. fejezet. Következő videó a 4. fejezet. Na, sziasztok! Sziasztok!